Sziasztok! Régen volt már videó a kis DJI Mavic Miniről. Anno azt hiszem 5 videót is készítettünk. Volt itt a távolságrepülés itt ezen a helyen. Voltak az okos funkciók, egy kis szélteszt. Gyakorlatilag szerintem már mindent megmutattunk róla, amit lehet. Kivéve egy dolog. Mert hogy amikor megjelent ez a kis gép, kettő dolgot hiányoltunk egy igazi selfie drónból. Az egyik az az, hogy legyen egy első szenzor, hogy legalább ne jöjjön nekünk, vagy ne menjen neki valaminek. Ezen ugye azóta sem történt változás, megjelent a kettes verzió, abban sincs szenzor. A másik dolog, amit hiányoltunk benne, az pedig nem más volt, mint a követés, ugye? Mert hogy azért egy jó selfie drónba nem árt, hogyha van követés. Megyünk, csak úgy sétálunk, kettesben kocsikázunk, motorozunk, bringázunk. Jó lenne, ha tudna bennünket követni. Megjelent a kettes verzió, és abba sincs követés. És most viszont én hozok nektek egy megoldást, amiben meg fogom tudni mutatni nektek azt, hogy hogyan képes követni bennünket a DJI Mavic Mini. Ahogy említettem, képes követni, és ez nem humbuk. Tehát, hogy ugye van egy-két videó a neten már régebbi, hogy képes bennünket követni. Igen, mikor az okos funkciókat elindítjuk, amíg azok az okos funkciók mennek, addig, hogyha mi megyünk arrébb, abban a pár másodpercben képes utánunk jönni ez a gép. De ennyi. Most viszont én valódi funkciót fogok nektek bemutatni, viszont fontos megemlíteni, hogy ez a módszer garancia és kervesztéssel jár az adott repülés alatt. Mert hogy tudjuk, hogy az ilyen okos funkciók, mint a követés és a többi, ezek nem a gépen múlnak. Ez mind szoftver és mind a telefonon múlik. Ezért kell a DJI gépekhez mindig egy jó, erős hardware, mert hogy ilyenkor a számításokat, a követést például, azt ugye mind a telefonunk vezéri. És van egy applikáció, aminek az a neve, hogy Litchi. Ez egy fizetős applikáció, alapjában véve ilyen Androidon azt hiszem 9000 forint tájékán, iOS esetén pedig valami 8000 forint tájékán mozog, de mindig vannak akciók ilyen ünnepekkor, Black Friday és stb. Most például iOS esetére 5400 forintért meg lehetett venni. Viszont fontos, hogy a DJI policy-ben van egy apróbetűs rész, hogy mind a garancia, mind ez a care biztosítás csak akkor érvényes, hogyha a saját applikációjával használjuk. Ez náluk egy ilyen kikötés, és ugye ezek a támogatott applikációk, ugye a régi DJI Go, a Go 4, a Fly, a Pilot, és van egy úgynevezett DJI GS, Pro, ami csak iPad-re elérhető, ez egy programozott repülésekre vonatkozik, de csak iPad-re van. És van ez a Litchi, van a Drone Deploy, a Pix4D, és ezeknek a használata alatt nem vállal a felelősséget a DJI, mert ahogy említettem, ugye ezek a szoftverek irányítják a gépet. És hogyha esetleg itt bármi rossz dolog történik, akkor ugye elrepülhet a gép, neki mehet bárminek, és ugye erre nem vállal a felelősséget, hiszen nem az ő applikációja. Szóval fontos, hogyha ezt valaki ki akarja próbálni, akkor ezzel legyen tisztában, hogy ez garanciavesztéssel jár. Na de, kapcsoljuk be és nézzük meg, hogy mi is ez a Litchi. Szóval a Litchi. A Litchi ez egy applikáció, nagyon hasonló felülete van a régi DJI Go-hoz. Most már látni fogjátok ennek az élőképét. Fontos megemlíteni, hogy azért készítem el nektek most ezt a videót, mert most lépett úgymond nem beta verzióba ennek, nem az applikációnak, hanem konkrétan a Mavic Minivel kapcsolatban. Az applikáció az már nagyon régóta létezik, talán 5-6 éve még a régi fantomokat is lehetett vele vezérelni. Viszont amikor megjelenik egy új gép, mint például ugye a Mini, körülbelül rá egy ilyen 6-7 hónapra adták ki a programozható SDK-t, és utána kezdték el rá kimondottan fejleszteni ezt az applikációt, és most mondták azt, hogy most már nem béta. Amíg béta verzióban van, addig megmondom őszintén, én senkinek sem ajánlom azt, hogy használj ezeket, mert addig bármi, de tényleg bármi történhet, akár tényleg el is repülhet a gép. Itt ugye lehet majd útvonalat is repülni a kis minivel, azt majd egy következő videóban megmutatom. Nézzük meg addig, hogy hogy néz ki maga itt az applikáció. Hát ugye a felső sarokban FPV, Waypoint, Falomo, Orbit Mode, Panoráma, Focus, Track. Ezeket a funkciókat kapta meg a kis minink. Utána van itt nekünk ugye a műhold számunk, távirányító töltöttség, GPS üzemmódban vagyunk, jelenleg P módban vagyunk, a telefonunk is fel van töltve, maga a gép is. Jobb felső sarokban szokásos módon ugye a kis fogaskerékre itt találjuk a beállításokat, ugyanúgy, hogy kilométer per óra, méter per szekundum. Lehet állítani, hogy a térképet honnan szedje, hogy Google Maps-ből, vagy éppen az Apple Maps-ből.
a térkép típusa, egy standard, műhold és egyéb dolgok. Itt van még egy-két beállítási lehetőség. Tudja nekünk, el tudja rejteni a GPS koordinátát, applikáció verziószám, firmware verzió, kontroller és a egyéb dolgoknak a verziója. Én ebben nem is mennék most bele, itt nincs is olyan fő beállítás, hanem még van egy menő dolog itt a jobb felső sarokban. Ott a kis, az a fura jel, az ott egy VR mód. Ugye többször kérdeztétek például, hogy milyen szemüveget lehet használni a mai DJI gépekhez. És sajnos a válasz az, hogy semmi, mert hogy a Phantom 4 V2.0 volt az utolsó az, ami támogatta a DJI goggles-t, és azóta valahogy ezt így elfelejtette a gyártó. Nem értem, hogy miért, mert szerintem keresnék az emberek azt, hogy szemüvegbe tudjanak repülni. Ez ugye nem FPV teljesen, de hasonló napsütésben tök jó. Nem kell nézni a kijelzőt, de egyszerűen nem tudom, nem gyártják, nem lehet kapni, illetve a támogatás is megszűnt. Most viszont, hogyha erre rákattintunk, akkor alapból lebólintja egy kicsit a kamerát, hogy egy ilyen FPV stílus legyen, és ketté osztja a kijelzőt. Majd ezt odafönt a levegő megben megnézzük. Na de, én azt mondom, hogy billentsük vissza a gimbalunkat, és mehet a felszállás, és nézzük meg ezt a követést. Itt is fel tudunk gombra szállni. Egy kicsit feltámadt a szél. Ezt lehet is hallani a kis mininek a hangján, megfordulok. Ott is vagyok. Na nézzük! Ahogy említettem, kétféle módon képes követni bennünket. Van az egyik a follow mód. Ott nem engem fog követni, hanem a távirányítót. Nézzük meg, hogy ez hogy működik. Ahhoz, hogy működjön, a kis fogaskeréken belül be kell állítani ugye a magasságot és a távolságot, majd rá kell nyomni, hogy start. Meg is jött, és na most nézzük. Szépen követte a távirányítót, megnyomjuk itt a kis X-et, és akkor megáll. Ez a régi megoldás, ugye még P3-ak esetén volt ilyen. Viszont van egy track. Nézzük akkor, hogyan működik az aktív track, ugye amikor tényleg engem fog követni. Nincs más dolgom, mint belépni a track üzemmódba, és így kis széthúzással kijelölni magamat. Ez egy kicsit nagyra sikerült, picit összéveszem. Jó. És jóvá hagyom. Figyelmeztet is. Na nézzük.
hát ennyivel okosabb lett a kis Mining, tudja a sima follow módot, ugye, amikor a távirányítót követi, azt szerintem egy kicsit, hogy is mondjam, jobban működött, mint az Active Track. Active Tracknél, amint láttátok, ugye a kis pici kijelölő négyzetből, amit én csináltam, néha egy kicsit nagyobb lett, viszont tud már így orbit módot, tehát tud körülöttünk körözni, illetve a legfontosabb, tud magyarul. Már persze, hogy akinek fontos. Többen kérdeztétek, hogy a gyári applikációk tudnak-e magyarul. Nos, azok nem. Azokat mint csak angol, német, kínai nyelveken lehet. Viszont a licsit magyarosították, van benne magyar nyelv. Így például a figyelmeztetések nagy része is magyar, a beállítások része is szinte mindegyik magyar. Viszont tényleg, ahogy említettem, fontos, hogy ha így repültök, akkor nincsen rá garancia. És ezt ugye ki is írja az applikáció, hogy a követésnél is láthattátok a figyelmeztetést, hogy biztos, mert ugye a kisgépben nincsenek szenzorok, abszolút, tehát hogy minden az applikációra van bízva. Most már elvileg ez nem egy beta verzió, bár azért láttuk, hogy itt még a képfelismerés nem volt annyira tökéletes, tök picin jelöltem ki magam, és mire körbe mentünk, visszajött már egy tök nagy kijelölő négyzet volt, ezt valószínűleg még fogják frissíteni. Én azt mondom, hogy 5000 forintot megér az applikáció, hogy néha akár tudjon mellettünk jönni szépen, vagy a távirányítót követni, vagy körözni egyet. Viszont tényleg, ez a garancia lehet, hogy sokaknak fontos, nem meritek bevállalni. Ezt nem úgy kell érteni, hogy ha ezzel repültök, akkor utána soha az életben nem lesz rá garancia, viszont hogyha amikor ezzel repültök, az alatt a repülés alatt se garancia, és se kell. Utána, ha flyon repültök, akkor minden rendben lesz. Biztos sok mindenkiben felmerült a kérdés, hogy a Mini 2-vel működik ez a funkció. Nos, azt kell mondjam, hogy nem. A Mini 2 az ugye most jelent meg, ott nagyjából egy 6 hónap múlva adják ki esetleg ezt az SDK-t, ami által majd lehet fejleszteni szintén az applikációt, úgyhogy nekik még mindenféleképpen várni kell. Van még benne útvonalrepülés, illetve panoráma fotókészítés. Azt viszont majd egy következő videóban fogjuk megmutatni nektek, hogy az hogyan is működik, mert hogy ott például majd lehet otthon számítógépen tervezni, áttölteni, és már csak kijövünk, és nézzük, hogy repül, úgyhogy ez majd egy következő videó lesz. Addig, ha nem lennétek feliratkozva, ne felejtsetek el feliratkozni. Nézzétek meg a dronehungary.polomania.hu weboldalt, ahol nagyon jó grafikákkal lehet már pólókat rendelni, illetve nézzétek meg a többi videókat. Tartsatok velünk! Sziasztok!